Innen a Gergely ugornyai üdülő övezettől indul, és itt zárul a Beregi kör. A felső Tisza vidékének 50 kilométeres bringás útvonala a térség természeti kincsein és történelmi helyszínein vezeti végig az aktív sportolás kedvelőit. A számos települést magában foglaló, mintegy 50 km hosszúságú kör közönség szavazás alapján akár az évkerékpáros útvonala is lehet az aktív Magyarországért programjában. A meghirdetésen kötelező volt annak a kiírásnak megfelelni, hogy minden kerékpárútnak ki kellett egy 50 kilométeres szakaszt jelölni, ami lehetőség szerint a legszebb, a legjobb, a legérdekesebb, és szabolcs már Bereg megyében, a Felső Tisza vidéke kerékpárúton a Beregi kör került megjelölésre ezen az 50 kilométeres távon. Nagyon szép településeket érint ez az 50 kilométer, indulva Gergelyugornyáról, tovább haladva Zárapasztón, Tákosra, Csarodára, Hetöfehércsére, Márokpapiba, Tarpára, majd Tivadar, Gulács, Jánd és vissza Gergelyugornyára. Itt ér véget ez az 50 kilométer. Vásárosnamény környékén nagy hagyománya van a vadászati, vízi és kerékpáros turizmusnak. A város számára pedig komoly presztist jelent a verseny. Nagyon sok olyan lehetőség van a térségben, ami a turizmust erősíti. Gondolok itt a vadászati turizmusra, a horgászati turizmusra, a kerékpáros és a vízi turizmusra, és nem menjünk el semmiképpen sem a középkori templomok útja mellett, hiszen ez egy olyan múltbéli örökség, amely a Szatmárt és a Bereget egyaránt érinti. Nagyon fontos számunkra, hogy a turisták ne csak kétszer járnak hozzánk, először és utoljára, hiszen meg kell becsülnünk őket, mert a legjobb turista a visszatérő turista, aki magával hozza a családját, a gyermekeit, és együtt járják be ezt a vidéket. Nagyon fontos az, hogy amikor a vándortáborok elindultak, akkor észrevettük azt, hogy 10-15 percen belül az összes táborhely és táborozási lehetőség megtelik, és nincs további mód a feliratkozásra. Épp ezért ragadtuk meg ezt a lehetőséget is, amely kapcsán egy olyan programot és egy olyan kört illesztettünk be az országos programba, ahol úgy emlékszem, hogy 11 kört láthatunk, és ebből szeretnénk mi majd az élen végezni. Szavazni szerdáig lehet az aktív Magyarországért közösségi felületén. A 11 jelölt közül a beregi kör már több mint ezer kedvel is gyűjtött be, ezzel jelen pillanatban első helyen áll a versenyben.